Hey, fék, hát nem működik ezekben a kocsikban a fék, vagy mi a francon? Na de miért mentek, még bemutatom nektek a hotelszobánkat is, ha már itt vagyunk. Most jelenleg ugye itt lakunk, úgymond, amíg nincsen más helyünk. Egy nyomvadékos hotelszobában. Elég szép, nagy széles egyébként, azt kell mondjam. Mondjuk van benne elég sok kihasználatlan hely, például itt ez a sarok. Itt, nincs itt semmi, tehát itt valamit kéne egy rakni, de nem, egy biliárdasztalt, egy csocsóasztalt, tehát valamit. Viszont van itt fasz a kis ilyen bárpult, el lehet piázgatni. Tudunk ruhát is cserélni a saját ruhánkra, tehát igazából semmi jelentősége. Nagyon menő tévé, úgy le se lehet rugni a helyéről. Itt a szép kis ágyikónk is. És hát lényegében ennyi. Úgyhogy most ezt is megnéztük, és nagyon tetszett mindenkinek, gondolom. Nyomunk egy mentést. Már épp ideje, jó rég mentettem. És akkor megyünk Kent Paulhoz a Malibu klubba. Azt megkérdezik, hogy mi a fuck van Lance-szel. Na igen, most is szerintem egyébként egy gyors kocsira lenne nekem majd szükségem, mert viszonylag gyorsan oda kell érnünk majd Lance-hez, mert neki eléggé fogyóba lesz az életereje. És ha nem vagyunk elég gyorsak, akkor Lance megmurdel. Úgyhogy azt fogjuk tenni, hogy ezt a kocsit viszem, mert szerintem ez egy gyors kocsi. Egy Stinger, ó, az jó. A Stinger az jó. Szerintem ezzel gyorsan oda fogunk élni Lance bácsihoz. És akkor fegyverekkel úgy állunk, aztán van egy-két, mennyi golyón maradt a távol lövő puskácskámban. Majd mindjárt lecsekkoljuk, amikor megálltam a Malibu klubnál, mert lehet, hogy elmegyek és veszek még egy kis töltényt. Csak az az egy bajom van, hogy nem tudom, hogy hol lehet venni ezt a mesterlövész puskát. Na mindegy, azt mondja, hogy... Igen, van még benne 8 töltény, ebben is van 79, szerintem elegek, hogy legyünk. Gyorsan nézek egy térképet, hogy melyik útvonal lenne a leggyorsabb Lance-hez. Aha. Jó. Szerintem tudom, hogy fejlődve, hogy hova kell majd mennünk egyébként. Na szóval, akkor kezdjük. Death Row, halál sor. Alright, Mus, I'm gonna save your Vera, mate. What the hell are you talking about? You know that wanker Diaz, the bugle master? He's got your boy Lance. Word is, your mate tried to jump him. Didn't jump high enough, if you know what I mean. Where did he take him? Ah! Oh, all right, all right. In plain English. Keep your party on. They caught him across town at the junkyard. Bloody hell, you nutter! No. Paul kemény gyerek akart lenni, az volt a lényeg, hogy... Na, van egy infója számunkra, és hogy ezért majd jövünk neki egyel. Lance megpróbálta egyedül kiiktatni Diaz, a hülye idiótája. Persze csak azt érte el vele, hogy elfogták és elvitték a városi szeméttelepre. És éppen ott kínozzák, és hogyha nem érünk oda gyorsan, akkor ki is fogják végezni őt. Úgyhogy sajnos most Lance Diaz embereinek a fogja. Nekünk meg kell őt menteni, mert az idióta nem volt elég türelmes ahhoz, hogy megtervezzük szépen nyugalomban. Türelmesen ezt a bizonyos dolgot, Diaz kiiktatását, úgyhogy az idiótája miatt most gyorsan oda kell zúznunk a fővárosi szeméttelepre. Miért mondom, hogy fővárosi szeméttelep? Vice City nem egy főváros, a főváros az Liberty City a GTA univerzumban, ami ugyebár New Yorknak felel meg. Vagy nem? Vagy itt is Washington a főváros? Igazából nem tudom, hogy a GTA-ban mi a főváros megfelelője. Mert ugye New York Liberty City, Miami Vice City, és oppá, rossz felel jöttem. És San Andreas, Los Santos, Los Angeles, San Fierro, San Francisco és Las Venturas, Las Vegas. Lehet, hogy a főváros ugyanúgy Washington, nem tudom. Mindegy, szóval itt van a szeméttelep. Itt már lőnek, itt már nagyon lőnek. Gyorsan előkapjuk a mesterlövész puskát. Idáig is el tudtak lőni, az nem jó dolog. Úgyhogy gyorsan egy ember, két ember, három ember. És akkor sprint. Most például most jól jön, hogy megvettem vagy nem megvettem, hülye vagyok, tehát hogy sikerült elérnem a max sprintet a mentőzéssel, még hogyha még mindig nem a mentőzéssel a sprintet kéne elérni, hanem sokkal inkább, ujjjjjj, itt egy bácsi, kusosz, hanem a mentőzéssel inkább a max életerőt kéne megkapjam. Egyébként a San Andreasban a mentőzéssel kapjuk meg a max életerőt, ez csak azért érdekes. Ujjjjjj, na! Titeket nem hívtalak, te! Megjöttek közben a haitiak is játszani Diaz embereivel. Tulajdonképpen nem baj, legalább lesz segítségem. Hopp, ott jönnek még. Következő ember. Ott a másik. Jaj, óvatosan, mert azért sokan vannak. Hey! Az anyád valagát! Nyugodj meg! Úgy. Legalább a haitiak most engem nem lőnek. Köszi, srácok.
És nagyon sajnálom, hogy a későbbiek folyamán majd ellenetekkel fordulnom. Oké, okay, spoiler alert. Spoiler alert. Hopp, ott a következő ember fönn a tetőn. Egy, gyorsan kidodzsoljuk. Azért megyek ezzel a fegyverrel. Igaz, nem elég nagy a hatótávolsága, viszont gyorsan tudok vele közlekedni. Míg a többi fegyverrel nem feltétlenül. Jó, ott a következő pár ember. Nesze, egyszer. Kétszer, egy, nem halt meg. Jó, és még ott lesz egy bent. Azzal vigyázzunk, hogy Lance ne lőjük meg, mert az pont Lance előtt áll, idióta. Hopp, megvagy. Jó, és ott van Lance, gyorsan megmentsünk, mielőtt meghal. Mindjárt meghal. Gyerünk. Jó. Thanks to you. You screwed up real good, Lance. He killed my brother. What do you expect me to do? Mow his lawns? We're gonna have to take out that prick Diaz before he takes us out. You okay to use a gun? Sure. I guess. Nice to see you too. Let's get out of here. Na, jó, Lance megmentve, itt vérzett, mint egy büdös menstruál... Nem mondok semmit. Hagyjuk. Hát Lance nagyon nagy izét csináltál erre a székre. Istenem, tele menstruálta az egészet, hát nézed. Lance, hogy néz ki a szék? Nem szégyeled magad? Hogy nézel ki? Milyen fejet vág, figyeld már! Épp most mentettük meg, az semmi köszönet. Hű, de szorosan, szőrös a mellett, vagy az csak piszakodtam? Nem fürödtél? Szerintem nem csak nem fürdött. Kinézem belőle. Na, szóval a lényeg, ott a szemetes kocsi, ami nekünk most nagy-nagy segítségünkre lesz majd ebben a küldetésben, mehogy. Nem elég, hogy Lance megmentettük Diaz az embereitől, most el kell vinnünk őt a kórházba, mert azért mégiscsak szépen elpáholták a ronda szaros valagát. És hát Diaz emberei, Diaz kedves aranyos emberei fognak jönni utánunk. Ez a szemetes kocsival jelentősen egyszerűbb dolgunk van, mert ezt nem tudják olyan egyszerűen annyira kilökni azért ronda büdös kocsijukkal. Így né? Mi ez? Fönnakadtam a semmin? Nyugodtan gyertek nekem, ti idióták. Max a saját kocsitokat fogjátok tönkrevágni ezáltal. De hát ahogy érzitek, gyerekek. Ha nektek így jobb. Na. Maradj nyugton a seggeden, barátom. Figyelj, már az egyik már füstöl. Ez csak az az egyetlen egy baj, hogyha a füstölő kollega belem fog repülni, amikor éppen már ég a kocsia, akkor azzal mi is föl fogunk tudni robbanni gyönyörűségesen és csodásan. Úgyhogy úgy kéne intézni, hogy az a piros kocsi, amelyik ott nagyon füstöl már, az ne túl sokszor szálljon belém, vagy amikor már kigyulladt, akkor pláne. Istenem, ezt a sok barmot. Nézd meg, mit csinálnak. Egymást is kilökik már. Annyira szerencsétlenek, de ez hihetetlen. Hát a szemetes kocsi ellen esélyük sincsen szerencsére. Oké, ez már nagyon füstöl itt mögöttem, nem kéne, hogy belém szálljon, amikor már rég. Remélem elérek a kórházhoz úgy, hogy én nem robbanok fel. Mindjárt ott vagyok, oké, ég a kocsi. Rendben, a csávokám kiszállt belőle. Megjöttünk. Ejj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 
Jó van. Két kocsi ki volt a forgalomból vonva, mi pedig megjöttünk. Jól van, Lance bemegy a kórházba. Szégyeld magad. Na ott van Diaz ember, az anyád picsáját lőjed azt. Szégyeld magad. Retek. Úgy. Megkapta magáét és a pénz az enyém. Így van, Diaz embereknek egyébként nagyon sok pénzük van, az a érdekes dolog. És akkor igazából most már felváltjuk azt a küldetést, ahol Diaz kiiktatjuk a francba. Itt van is egy fegyver volt, úgyhogy akkor felpakolunk fegyverből is. Na de először telefon. Tommy, Tomás, it's Cortez. Look, the French are giving me all kinds of trouble, amigo. Them hypocrites. They spend 100 years stealing from poor countries, and they call me a thief, huh? I'm going to need your help as soon as possible, amigo. So please hurry, huh? Tommy, I need you, alright? I hate the damn French. És Cortez ismételten a segítségünket kéri, el kell menekülni a városból, mert a franciák rászálltak. Mert ugye amit eloptunk még tőlük, azt a bizonyos chipet az egyik küldetésben, azt szeretnék visszaszerezni. Hát igen, van ez így néha. No, de először mi vásárolunk fegyverből. Out of stock, out of stock. Ez is out of stock, ez is out of stock. Semmiből nincsen. Csak nyomvas tizét tudok venni. Body armors. A jó édesanyátokat. Na mindegy, az is több mint a semmi. Meg még van is abból a jóféle fegyverből, amit a helikopteres lövöldözésnél használtunk.
Úgyhogy akkor most tulajdonképpen szerintem, először Cortezhez megyünk el. Hagyjunk Lensznek még időt, hogy gyógyulgasson a kórházban. Pihenje csak ki magát, ez az idióta, ha már szépen belerángatott minket a bajba. Tehát ahelyett, hogy ki tudtuk volna Diazt iktatni csendesen és alaposan megtervezve, most a nehezebb utat kell sajnos bejárnunk. Tehát most már Diaz tudja, hogy Lenzt megmentettük és hogy hivatalosan is ellene fordultunk, ezért most már készül az érkezésünkre. De először segítünk Corteznek, mert ő egy jó haver volt végig, hogy meg tudjon lépni a városból. Ez is egy klassz küldetés lesz egyébként, az a Cortezes. Kifejezetten szeretem, mert mindjárt meg is látjátok, hogy miért ilyen jó pofa. Hogy gyorsan elzúzunk Cortez bácsihoz. És akkor utána pedig következhet Diaz. Welcome to Vice City! Na, mindjárt ott vagyunk. Akkor szerintem eléggé felpakoltam fegyverből. Ó, van 82.000 dollárom, az jó. Akkor abból már fogok tudni majd venni valami jó kis dolgot, hogyha el tudok kezdeni ingatlant vásárolni. Na, ennyi, fordulja. Bocsi. No time for this bullshit, bros. Na, hát akkor kezdjük. All hands on deck. Mindenki a fedélzetre. Last incident, I feel it is time to find safer harbors. Wouldn't it be safer to fly? I'd be dead before I reach check-in. Besides, I need to get my merchandise out of the country. Need another gun? You, my friend, are worth 10 guns. No, és a következő lesz a szituáció. Cortez ugye meglép a városból, természetesen a hajójával együtt, hát hülye lesz majd itt hagyni ezt a luxus jaktot, és erről a hajóról fogunk most majd lövöldözni, úgyhogy ez rohadt király, imádom. Az egyetlen dolog, amit sajnálok, hogy egyszer se vezethetjük ezt a hajót mi. De mondjuk nem, hogyha, nem mint hogyha olyan túl sok élvezet lenne benne, mert semmi extra nem tudunk sajnos csinálni a hajóval, mint hogy max vezetnénk itt körbe-körbe a vizen. De basszus, jól néz ki ez a hajó. Rohadt jól néz ki. És ott jönnek a franciák, ilyen 8-asikrek, vagy nem tudom, mert az összes ugyanúgy néz ki egyébként, hogyha megfigyeltétek. Nézzétek meg, hol egy... Jó, oké, kezdődik. Na, egyik kilőve. És akkor... Kezdjük. Hogy ne, azok megvannak. Még ők vannak itt. Egyszer. És kétszer. Azt hiszem az összes megvan. Jól van, haladhatunk tovább. És igazából az egész városon át is tudunk haladni nagyjából gondmentesen, ahogy látom, mert itt már az város alján vagyunk, mire Cortez hajó egyébként fent parkolt egész az északi részén a város. Parkolt. Hajónál nem azt mondjuk, hogy parkolt, hanem dokkolt, egész pontosan. Elnézést kérek, szóval ott dokkolt az északi részen... Hülye vagyok, nem. Tehát most vagyunk igazából északra. Mindegy, tehát akkor le. A város déli részén dokkolt a hajó, és egészen az északi végéig nem is volt semmiféle akadály, viszont itt hajókból álltak, hajók elálltak az utat. Nagyon szépen néz ki meg minden. Nézd meg, mit csinál? Mit csinálsz? Te állat. Ott jön még egy hajó. Na, maradj a helyedem? Úgy. Itt azokat is külöljük, akik ott állnak a kordonnál. És ide kell majd nekünk csinálni valahogy egy utat magunknak. Úgyhogy ezeket a hajókat föl kéne majd robbantgatnunk, szépen ügyesen. Na, maradjál már nyugton! Úgyni. Mit csinál? Az egyik matróz már előtték egyébként innen, mert itt voltak ketten ezen az oldalon. Jó, azt hiszem mindenkit kilőttünk. Azt a... Ó, itt egy ember! Egyik feljutott a hajóra, basztus. Ez fönn van a hajón. Hey, álljál meg! Most még már helikopterrel jönnek. Na, kilőjük a sofőrt ügyesen, figyelj! Hoppá, láttátok ezt a lövést? Ennyi? Most úgy le fog zuhanni, mint a kurva élet. Ki ez? Valaki lőtt engem. Még egy helikopter. Nice, azt is kilőjük. Úgy van. Ennyi, csak fejre kell célozni, és akkor nem fog tudni. Ajjajjajjajjajjajj, gyerekek, hát... Mi van veletek? Jó van. Ezzel meg vagyunk. Oké, katonai helikopterrel jönnek, ez már nem annyira vicces. Itt is ki kell lőni a sofőrt.
Úgy van, fejlövés. És figyeld már, ott rebegett a hulla a levegőbe. Jó. Az anyádat! A kurva szádat! Mi volt ez? Honnan jött ez ide? Rohadt csaló nénikédet azt. Na mindegy, szóval most már csak meg kell tisztítani az utat magunk előtt, lényegében azt a hajót ott kilőjük. Na, nem akarom ezt a jó fegyvert pazarolni erre, legyen inkább ez. Úgy? Kell még lőjek még egyet, vagy ez elég volt? Mindjárt kiderül mondjuk. Ez elég volt, jó van, a többit azt majd gondolom odébb lökjük, hogy valami. Király. Ja, azt ott szépen odébb löki a hajó. Úgy van, nem kell az oda. És akkor igazából ennyi volt. Ez is régebben nehezebben ment egyébként, mondanom se kell már. Régen, amikor kisebb voltam, azért jelentősen bénább is voltam ebbe a játékba. Most már viszonylag azért így elbohózkodok vele. Nem nehéz. I think she could look after herself, but sure, I'll keep an eye out. Gracias, amigo. Hasta luego. Adios, amigo. Na, goodbye, Cortez. Megkaptuk a mentőcsónakját, hogy el tudjunk valahogy azért menni innen. És akkor Cortezzel igazából többet nem is fogom már találkozni a játék során, de egyébként én bírom a csávót, tehát jó küldetései vannak, sose próbál minket átvágni, nem egy árnyaló típus, úgyhogy ő egy korrekt csávó. Meg nem utolsó sorban jól is fizetett a munkákért, úgyhogy Corteznek egy respect. Na akkor viszont most elérkezett Diaz ideje. Nagyon-nagyon elérkezett Diaz ideje. És egyébként még van egy évri küldetésünk is, viszont azt az évri küldetést én későbbre hagyom. És az alatt, hogy később, azt úgy értem, hogy jóval későbbre. Mert azt majd azt így egybe szeretném fűzni egy bizonyos küldetés rakással. Lesz egy-két küldetés, ami olyan egy témában vágó lesz, és tulajdonképpen egy ilyen banda háború lesz a haitiak és a kubaiak között. És ezt az egész banda háborút azt évri küldetésével fogjuk kirobbantani. Úgyhogy azt majd később csináljuk, hogy azt egybe tudjam majd. Na, ide felrakjuk a hajót. Ilyen egyedi parkolás. Na, megint valaki telefonálgat. Alright, Tommy, it's Paul. I just heard from a mush that you've been a real naughty boy. Somebody's taken offense to you acting like a big guy all of a sudden, giving it a big shot. Well, don't say I never warned you or nothing. Boasting is a mug's game, son. Anyway, I heard there's some fries they've put on your head and someone's gonna have a crack at you, so watch yourself. And remember me, mate. Na, hát Paul azzal hívott föl minket, hogy túlságosan játszok itt a nagyfiút, és ez, erre fölfigyeltek az emberek, ezért valaki, úgymond vérdiát dűzött ki a fejemre. Jó, tehát igazából ennek a telefonhívásnak egy különösebb jelentősége nincs, tehát senki nem fog engem üldözni. Ez csak így a sztori szempontjából egy ilyen izé, hogy azért az emberek felfigyeltek ránk, hogy itt azért tevékenykedünk mi a városban elég rendesen, és azért ez így feltűnik a helyi alvilágnak. Na de! Akkor következzék Diaz kiiktatása. Hajrá! Rabaut! Hát ez magyarra nem tudom, hogy tudnám fordítani egész pontosan. Legyen az mondjuk, hogy... inkább nem próbálom elfordítani. Maradjunk annyiba. Na, Lance hozott jóféle fegyvereket szerencsére. M4-eseket hozott. És hát ezzel fogjuk majd Diazt kipicsázni. Itt is van a jó őre kokainbáró úr, aki most elég jogosan lehet paranoiás. Hoppá, 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 már is lebuktunk, ennyit erről. Jó, Diaz már tudja is, hogy jövünk. Kill Diaz! Ez a hely tele lesz seggfejekkel, mondja Tommy. Úgyhogy Lance, vigyázz a seggedre, légy szíves. Úgyhogy most be kell mennünk a házba valahogy. Persze Diaznak nagyon sok embere van azért itt szétszorva, szóval csak így szépen lassan kezdjük el ott. Egyszer. Hoppá! Kétszer. Már is kaptam egyet. Na, találd már el, Tommy. Úgy van. Eső is van, ez az. Na, azt is kilőjük ottan. Először próbáljuk meg a főbejáratot. Csak hogy lássátok, hogy ez annyira nem lesz egyszerű azért. Az is megvan. Az is megvan. Jók ezek az M4-esek. Én szeretem. Úgy.
Még ott is van egy fönn a lépcsőnél. Na. Megvagy. De a Diaz embereinek jóféle fegyvereik vannak. Szóval itt a főbejárat, ami hoppá hoppá, hát zárva van. Micsoda meglepetés. The door is locked, try another route. Az ajtózára találj egy másik utat befele. Igen. Gondolhattuk ugye, hogy nem lesz azért ennyire egyszerű. A lényeg az, hogy hátulról kell bemennünk. Jó, látok másik fegyverre, mert ezzel nem tudok gyorsabban menni. Te meg gyere, Lance. Jó, Lance lemaradt. Igazából az nem is baj, ha Lance lemarad, mert úgyis csak feltartana minket. Úgyhogy... ott a következő ember. Lőjük ki addig, amíg ő még nem lát minket. Na, gyerünk már! Nézd, nem találom el. Oj, tökön lőttem! Az igen. Azt is tökön lőttem. Itt lesz a következő a bokroknál. Kukucs! Szerencsére olyan lassan reagálnak, hogy van időm beléjük lőni egy szép sorozatot, amire feleszmélnek. Nem is értem, hogy nekem régen ez a játék miért ment nehezen. Valószínűleg elizgultam egyébként a küldetéseket, meg bénában is céloztam. De én határozottan úgy emlékszem, hogy a Vice City az egy nehezebb játék volt, mint a GTA 5. És most azt kell mondjam, hogy eddig nagyon laza. Én itt ilyenkor, hát ezen a pontján a játéknak itt már sokszor meghaltam, mire ideig eljutottam. Most még igazából egyszer se haltam meg, egyszer letartóztattak a rendőrök, de az egy fasság volt, mert gyakorlatilag fel voltam fordulva a kocsival, és még valahogy úgy is le tudtak tartóztatni felborult autóval együtt. Egy kicsit érdekes volt a szituáció, de hát mindegy. Lance ott le van maradva, az azért jó nekünk, mert addig is nem sérül és nem fog meghalni, ezáltal nem kapunk mission failed. Na csak óvatosan, mert ott egy köcsög. Nézd meg, vakállat! Te is. Jó, ő nem volt annyira vak, de különösen gond nélkül ki tudtam iktatni. Nincs itt egy pajzs valahol. Ohoho! Hello! Látlak ám? Hopp, van még egy? Valaki lőtt egyet. Na mindegy. Jó, akkor itt igazából kipucoltunk mindenkit, és akkor gyakorlatilag be is tudunk menni a házba. Ez az alsó bejárat. Így ne. Diaz palotája, vagy kastélya, hogy jobban tetszik. Hello! Jó napot! Gyorsan kilőjük az embereket, ott is van egy fönn, úgy van. Veszünk fel innen pajzsot. Ja, még nincs pajzs. Még nincs pajzs, az majd később lesz itt. Mert hát mondanom se kell, hogy ezt a házat majd mi megörököljük Diaztól. Jó, szerintem itt a lépcsőházban nagyjából kiiktattam az emberkéket. Jó, Lenz, te hol vagy? Ott lent, az nem baj. Tökéletes helyen vagy, az a legjobb. A nagyobb helyen nem is lehetnél. Jó, ott a következő. Clusterfuck. Na, de ez meg is van. Itt viszont már több ember lesz azért itt a főcsarnokban. Jó, töltsünk újra. Ott az egyik. Azért lehet használni fedezéket végül is. Tehát itt csak szépen óvatosan ki kell oldalazni, kilőni az embert. És ott lenn is lesz valahol egy ember, ha jól tudom. Ott van a... megvagy, és akkor gyakorlatilag jöhet Diaz bácsi. Ott is van, emberei már kilőve. Diaz! I come to take over your business! Tommy, you betrayed me, you idiot! I'm gonna kill you real soon! Tommy, elá... osz, baszang, Lenz! Ne állj már bele az útba, te baron! Hú, bazd meg! Lenz élete kurvára lement! Gyere ide, te fasz! Nem igaz, te hasznavetetlen állat! Gyere ide, gyere ide, gyere ide! Ne próbálj valahogy Lenz lerázni. Hogy itten, itt pihenjen egyet. Gyere ide! Lenz! Lenz! Jó, gyere ide! Így. Maradj itt. Szevasz! Úgy, Lenz lerázzuk gyorsan. Mert ez így nem állapot, baszki, hogy Lenz miatt szívok. Ott egy ember! Maradj nyugton! Jó, és akkor Diaz. És akkor Diaz ott van benn. Bevonult oda! Nyersze neked! Megvagy! Biztos volt egyébként rajta a golyóállom mellé, mert elég sokáig tartott kilőni. You stupid pricks! My beautiful house! Look what you done to it! This is for my brother! Ezt a testvéremért! I trusted you, Tommy! I would have had you made! Say good night, Mr. Diaz! Na csá! Puk! Jó éjszakát, Diaz bá! És a miénk lett Diaz háza. Így bizony. Így bizony. Szuper. 50 ezer dollárt kaptam Diaz kiiktatásáért. Oh my god. És el is tudjuk kezdeni egyébként, azt hiszem a Tommy Versetti küldetéseket, ha
Minden igaz, így van. És a Tommy Versetti küldetéseket megcsináltuk, ami a lényegében a saját magunk küldetései, akkor onnastól lesz majd az, hogy tudunk venni ingatlanokat. Na, még egy telefon? Ki ez? Tommy, son, have I got a surprise for you? I'm down at recording studios with some major artists. Why don't you pass a visit? You know it makes sense, don't ya? See you later. Jó, tehát Kent Paul hívott föl minket, hogy a rádióstúdióban lóg éppen pár híres előadóval. Egyébként ez nem titok, a Fister lóg ugye azzal a híres rockzenekarral, és hogy menjünk el és látogassuk meg őket, mert lenne pár feladatuk számukra, úgyhogy a Luffy-nek is majd fogunk tudni így küldetéseket csinálni. És akkor igazából szerintem mára így... mi van? Tommy, remember me? Hello, Sonny! That's right, Sonny! We're all friends! You never write me, you never call. Don't you want to be friends no more? I've been busy trying to sort things out. You didn't give me a lot of support down here, Sonny. Oh, my fault, is it? Well, I've heard you've been busy all right. Busy killing drug barons. Busy taking over. Don't forget about us, Tommy. Because I can assure you, I ain't forgotten about you. Jó. Sonny lényegében annyit mondott, hogy mi a francam már Tommy, ugye hol a pénz, biztos a szaros pénze után érdeklődene nyilván, és hogy hát Tommy mondja, hogy éppen el van foglalva, hogy éppen, hogy rendbe hozza azokat a dolgokat, amiket rendbe kell hoznia, tehát visszaszerezni Sonny pénzét, meg a drogot, meg ilyesmi, de hát Sonny nem olyan hülye azért, és hallotta, hogy ugye éppen el vagyunk foglalva azzal, hogy átadjuk a hatalmat a város felett, kiítsuk a drogbárot, amit meg is tettünk ugye a Diaz személyében, és hogy biztosít róla, hogy nem feledkezett ám meg rólunk. Hú, mystery man. Na mindegy, szóval, ezt nézzétek, mi van itt. Ohoho, itt a sok pénz, amit én összegyűjtöttem itt Diaz bácsitó. Hát igazából elvettem Diaztól, ugyebár, mert hát most már az enyém. Ez itt már mind az enyém. Jelen esetben 137.369 dollárt takar ez a pénzösszeg, ami itt van. Úgyhogy ez nem semmi. De azt akartam mondani, hogy Sunny aljas módon, szemét módon félbeszakított, hogy akkor szerintem mára ennyit haladtunk, átvettük itt Diaz birtokát, most már gyakorlatilag mi uraljuk Vice City-t bizonyos értelemben, azért még nem teljesen, mert egy-két dolgot még el kell végeznünk, hogy ugye a bizniszeket, az ingatlanokat meg kell vásárolnunk, hogy azok felett is az irányítást mi gyakoroljuk, illetve be kell biztosítanunk, hogy mindenki nekünk fizesse a védelmi pénzt, és így tovább, de most már félúton járunk az uralom átvételéhez, a drogbáró úgymond most már mi vagyunk, milyen Diaz épülete, úgyhogy akkor legközelebb innen fogjuk folytatni, akkor megcsináljuk a Tommy Versace küldetéseket, a Luffy's küldetéseket, meg amit még kapunk. Avery küldetéseit azt még nem vagyok biztos benne, hogy egyből azzal kezdenénk. Meglátjuk, lehet, hogy Avery-t is elkezdjük, de még nem biztos. Tehát azzal az egy küldetéssel még kicsit várni szeretnék, mert mint mondtam, az a Manda háborút fogja kirobbantani a kubaiak és a haitiak között, és azt majd így egybe szeretném megcsinálni, úgyhogy akkor most gyorsan mentünk egyet, és akkor így ennyi lenne mára. Remélem, eddig tetszik nektek a végjátszás, én nagyon élvezem, hatalmas nosztalgia számomra ez a játék is többek között, és hát persze mindig szívesen játszok vele, úgyhogy élvezem a végigjátszást, remélem nektek is tetszik. Hát akkor nem maradt más hátra, mint hogy ne felejtsetek el lájkolni, feliratkozni, kommentálni, legközelebb találkozunk, és persze ne felejtsetek el Facebook oldalra is néha felnézni, ott írom ki a legfrissebb információkat a csatornáról. Úgyhogy akkor a következő alkalomig viszontlátásra, Rockerty voltam, sziasztok!